Több mint 10 000 embernek szűnhet meg a telefonszáma júliustól, ezt mondta az egyik mobiltelefonszolgáltató. Péntekig lehet az adatokat egyeztetni a feltöltőkártyás mobiltelefon előfizetőknek. A nem azonosított SIM-kártyák előfizetése július 1-től megszűnik. Vendégeik a témában Takács Bata Zsuzsanna, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatója, valamint Horváth József, titkosszolgálati szakértő. Jó reggelt kívánok! Miért volt erre szükség? Hát én... Ugye ezt egy EHT törvénymódosítás írja elő, és ennek kapcsán januárban az NMH egy rendeletet adott ki arról, hogy miként szükséges az ügyfelek adatait egyeztetni egy központi adatnyilvántartás alapján. Természetesen ennek biztonságpolitikai okai vannak, de át is adom a szót. Igen, ezért kérdeztem mindkettőket, mindkettőket érinti a kérdés, hogy igen, mi volt erre szükség. Mint a NMH végrehajtó szerepet töltünk be ebben a folyamatban. Tehát az ügy fontos, onnan indult el? Hát igen, mert emlékeztetnék arra, hogy kiderült Magyarországon, hogy 2015-ben a nagy migráns hullám idején, illetve azt megelőzően is már az iszlám állam, hogy úgy mondja, felderítőket küldött Magyarországra, akik egyébként pontosan felmérték egyrészt a búvóhelyeket, találkozóhelyeket, amelyeket később Salah Abdeslam, a párizsi merénylet végrehajtója használt is. Másrésztről pedig megnézték azt is, hogy feltöltős mobilkártyákat hogy lehet vásárolni Magyarországon, és láttuk azt, hogy százszámra vásárolták az ISIS-hez köthető személyeket ezeket a kártyákat, amiket később vagy Magyarországon, vagy Nyugat-Európában is használtak, és hát egy kicsit bővebben nézzük egyébként a titkosszolgálatok számára, az régóta nyilvánvaló, hogyha akár szervezetbűnözői csoportok, akár terrorszervezetek nyomára akarnak bukkanni, akkor alapvetően két irány, amit figyelemmel kell kísérni, egyrészt a kommunikáció, másrésztről a pénzmozgások, tehát ebből a szempontból a névtelen telefonkártyák egy nyitott könyv volt, amelyen keresztül kontroll nélkül tudtak kommunikálni. Nálunk Magyarországon e tekintetben nagyobb a szabadság, tehát nálunk Európában könnyű ilyen telefonhoz jutni, kevés információt kell megadni, és ezért vásárolnak nálunk előszeretettel feltöltőkártyát, vagy ez egy véletlen? Nem, ezt láttuk egyébként a hírekből, ami után megindult ennek a történetnek a kivizsgálása, hogy voltak olyan hajléktalanok, akik 100 000 számra vásároltak papíron nevükre. Tehát könnyű volt ilyen kártyákhoz jutni, úgyhogy a személyazonosság megállapítására nem volt semmilyen mód, a törvénymódosítás alapvetően erre irányul. Ez, ami most történik, január akkor január 1 előtt, igen, ez nagyon fontos. Volt ez könnyű. Ez a dolog, amiről most beszélgetünk, akkor ez egyfajta szigorítás, egyfajta rendrakás ebben a témában? Igen, mondhatjuk úgy is. Én azt gondolom, hogy alapjáraton maga az ötlet ettől a kiinduló ponttól függetlenül is teljesen természetes, hogy egy közműszolgáltatás, amit azt gondoljuk, hogy minden háztartásban most már az alapvető közműszolgáltatásokhoz tartozik egy telefon, abszolút, vagy egy mobiltelefon, igen, vagy internet. Az, hogy a saját nevünkre legyen, gondoljál, hogy a vízszolgáltatás vagy az áramszolgáltatás nem tudna a szolgáltató, hogy kihez tartozik a végfelhasználó pont. Szerintem ez nem ördögtől való, ez egy teljesen világos szolgáltatói, fogyasztói kapcsolat. Én azt gondolom, hogy igen, egyébként nálunk is van a családban, a kisfiamnak ilyen feltöltőkártyája van, és mi is kaptunk értesítést, hogy mennünk kell, illetve hát ezt akkor hol lehet megtenni, kérdezem, igen, most már így. A szolgáltatónak ugye minimum 2 alkalommal kellett értesíteni minden tulajdonost. Most már ott tartunk, hogy a harmadik szolgáltató is bekapcsolta az internetes adategyeztetési lehetőségét. Tehát 3 úton lehet egyeztetni, sőt mondok egy negyediket is most már. Az egyik a legegyszerűbb, legkönnyebb ugye interneten keresztül, mert minden szolgáltató kezdeményezésünkre velünk együtt létrehozta a például most a sajátunkat mondom, a www.nmh.hu/adategyeztetés oldalt, és ezen lehet az adatokat egyeztetni minden szolgáltatón külön-külön. Aztán lehet természetesen telefonon, illetve személyesen ügyfélszolgálatokon is, és ezen túl viszont a Magyar Postával is megállapodott néhány szolgáltató, és ott is lehet a 2 legnagyobbal egyeztetni. Ezeken a feltöltőkártyákon pénz van. Ha valaki nem regisztrál, nem egyezteti az adatait, mi történik a rajta lévő összegekkel? Az nagyon fontos tudni, hogy meg a kártyával, igen, magával. Hogy mindenképpen megszűnik a szolgáltatás a kártyán június 30-án éjfélkor. Annak természetesen, aki nem egyeztette addig az adatait. A legújabb információ... Pénz elvész, kártya elvész. Nem, ezt szeretném kiegészíteni. Igen, tehát semmi sem akadályozza meg azt jogilag, hogy ezeket a telefonszámokat ne tartsa meg egy ideig a szolgáltató. Ez általában 3 és 6 hónap között van. A
Telenor, muszáj, hogy cégekről beszélünk, Telenor bejelentette, hogy 8 hónapig tartja meg ezeket a telefonszámokat, tehát az azt jelenti, hogy új szerződés kötés esetén ezek újraéleszthetők. Illetve ugyanígy ez a cég bejelentette már, illetve a Telekom is, hogy vissza fogja adni a számokat, hogy a lejárat után néhány hónapig ez szolgáltatóként változik, a Telenornál konkrétan 60 napig, még az összeg is megmaradt, tehát az újból, hogy mondjam, felhasználható. Jó, így ezzel elégedettek? Csak nagyon röviden. Hát én azt hiszem, hogy biztonsági szempontból ez egy nagyon fontos intézkedés volt, és ez már az Európai Unió és a NATO szabványoknak is abszolút megfelel. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen a beszélgetést.